Nincs pénz amúgy. Mondjuk mi megyünk, de nem mindenki úgy áll. És hova tudtok menni idén? Hát mi megyünk Siófokra, mondjuk minden héten, minden évben megyünk egyszer, de max ennyi. Nem hiszem, hogy nyaralni fogok menni, de biztos, hogy nagyon sokat fogok szabadba lenni. Unokáimmal és azokkal együtt. Van telkünk, vikkentelkünk, és meg van játszótérnek csinálva az egész, és ott leszünk nyáron sokat. Kevesebben utaznak idén, mint tavaly. Ez látszik az utazási irodák forgalmán. A kedvezmények miatt sokan évelején foglalják le az utat, de van, aki a dömping miatt későbbre halasztja a kikapcsolódást. Ősszel szoktunk menni a barátnőmmel Szoboszlóra 2 hétre, mert az ott nagyon jó nekünk a masszírozás, meg egyebek, ami van. De minden évben úgy, november elején megyünk el. Nyáron csak az unokákkal sétálni, állatpark, meg ilyenekbe, mert akkor úgy érek rá. Úgyhogy az is jó, mert nekem is kikapcsolódás, meg a gyerekeknek is. A kedvelt úti célok továbbra is Bulgária, Törökország, Tunézia. Ezek egyébként Debrecenből repülővel is megközelíthetők. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, minden esetben kössünk utasbiztosítást. Tény, hogy rövidebb utak miatt csak kevesen fizetnek ezért a szolgáltatásért. Aki több napra megy és olcsóbb ajánlatot keres, az naponta egy emberre 550 forinttól választhat a lehetőségek közül. A drágább biztosítások 1000 forint feletti összegbe kerülnek naponta egy embernek. Volt már például síelős utasunk, akit baleset ért fent a hegyen, és mentővel kellett kórházba szállítani, meg is kellett műteni például Ausztriában, ami egy fillérjében nem került, mert a biztosító mindent rendezett. Ugyanígy voltak már kisebb balesetek Törökországban, Tunéziában, mindenhol működött, hogy az utasunknak semmit nem kellett fizetni. Ellátták a megfelelő kórházban, és rendben haza tudott jönni. A belföldi utak szervezésével kapcsolatban az a tapasztalat, ezek lefoglalásához csak kevesen fordulnak az utazási irodákhoz.